Eddigi karrierje során kilenc országban futbolozott a 40-szeres válogatott Vadósz Krisztián, aki legutóbb a hongkongi bajnokságot nyerte meg csapatával, a Kicsi SC pedig egy évet hosszabbított vele, ám a felkészülést egyőre Kispesten kezdte el a középpályás, vele beszélgetünk. Szia jó reggelt! Kíván. Szia jó reggelt! Krisztián, ez hogy szokott történőnek nálad ez a bizonyos bejelentkezés Kispesten, ez egy visszatérő program, így nyáron, igaz? Uh, igen, hát uh, olyan rendesek, és. és olyan jó emléket őrzünk egymásról, hogy, hogy minden nyáron megkérdezem a, a tulajdonostól, az edzőistártól, és hát a játékosoktól is, hogy, hogy hogyha nem zavarok, akkor, akkor esetleg egyszertek -e a csapattal. Ugye most hosszabbítottam a kicsivel, tehát ez, ez félig titkos, de de, de ez, ez, engem fiatalon tart, és, és, és visszajönnek a régi emlékek, tehát, tehát ez, ez, mentális felkészülés is. De akkor így rendben, most, most akkor nap, nap mint napot vagy? Ö, igen, igen. tehát ugyanúgy, mint a többiek, ugyanúgy edzel velük? Természetesen. A korábbi hollandiai szezonod ellenére Erik van der Mernek be kellett mutatkoznod? hát mindig be kell mutatkozni meg, hát az már jó rég volt, nem tudom, négy éve talán, öt éve, Ö, de, de voltak közös ismerőseink, ugye, itt most nyilván új jegyző lévén neki a, a, csapatot fel kell térképeznie, tehát, tehát nekem az a feladatom, hogyha már vendégeskedhetek a, a, Bozsik stadionba, akkor hogy ne zavarjam ezt a, ezt a fajta felkészülésüket. Na de most azt nézem, hogy a Honvéddal ez a csapat korábbi légiós a Danilo is, és őt a mester már mondta, hogy le is szerződtetni. Ő, ő miért játszott a Balmaz ellente, meg miért nem? Tehát tulajdonképpen még felkészülési meccsen is játszhatná, nem? Ö, a kis Kicsi játékosa vagyok, tehát az, hogy a, a Dani miért játszott, ez, ez abszolút nem, a, ne, nem az én asztalom, de jól tud spanyolul, tehát vannak vannak közös ismerőseink, tehát ilyen szempontból én ugye korábbról nem ismertem, de, de most azért sikerült egy jó kapcsolatot nekünk, mint játékosoknak kialakítani. Világos, tehát akkor te felkészési meccsen sem játszhatsz? Nem, nem, természetesen nem. nem. Te így fél titokban edzhetsz, Így van, így van, jó. Így van. Ennél hangosabban nem beszélünk akkor. a hangot, Nehogy odáig elhallatszon. Mondjuk, ha hosszabb lett volna a szünet, és nem kell visszatérned már néhány hét múlva a hongkongi klubhoz, hanem vagy csak szeptembertől, tehát egy olyan, vagy októbertől egy olyan szerződésed van, akkor felvetődhetett volna egy olyan opció, egy olyan néhány hónapos kölcsönadás, vagy beugrás a Honvédnál? Um. Hát szerintem igen, tehát ennél, ennél, jobb időpont nem lett volna, ugye, hiszen, hiszen bajnok lett a csapat, BL selejtezőkre készülnek éppen, biztos lett volna rá esély, vagy biztos lenne rá esély, hát nyilván én a, ugye a kicsi játékos vagyok, tehát, tehát ilyenkor az ő térfelükön pattog a labda, illetve hát a két, két csapatnak kellene, vagy kellett volna megegyezni ilyen tekintetben. Uh... Azt nyilatkozta az NSO-nak, hogy hosszabb távon sem tud magad elképzelni a magyar NBA-be, miért nem? Ö, hát, ö, ahogy mondtam, ugye régebben ugye itt debütálhattam, aminek nagyon örültem, ö, még 17 évesen az NBA-be. Most úgy érzem, mint ahogy, ahogy mindig is mondtam, hogy, hogy ha az ember teheti, hogy külföldön megméretteti magát, akkor, akkor, az egy járatlan út, az egy, az egy, az egy kihívás, az egy ismeretlen, és, és, és mint ilyen, ugye élsportolóként egy, 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 megfelelési kényszerbe van, vagy, vagy, vagy egy, egy lécet meg kell ugrania, és hát nyilván az mv 1 is egy, egy, egy létsz lenne, de úgy érzem, hogy, hogy azt már ismerem és, és, és hogyha... Tehát az hogy egy biztonsági meg... megoldás lenne, egy rutin visszahúzódni, sokkal nagyobb kihívás és, és maga előtt is egy komolyabb feladat, hogyha újabb és újabb idegen közegben felállsz e, Igen, nyilván nem, tehát olyan sok helyen játszottam már, lehet, hogy, hogy egyszer az lesz, hogy, hogy nem idegen környezetbe térek vissza, de, de hát igen, ahogy mondtam, hosszú távon most jelenleg nem tudom elképzelni, hogy, hogy én hazaigazolnék. Világos, de azt ne zárjuk ki, hogy ahogyan a kezdet, úgy majd egyszer a vég is adott esetben Kispest vagy a Honvéd. Hát ezek, ezek a nyári beugrások, ezek, ezek mindig lágyítják a szívemet, és, és, és jó érzés itthon egyzeni a Honvédban, szóval hát hajlanék. Igen. Na most ne nevezzünk vándormadárnak itt a 12 eddigi csapat ellenére se, ahogy ezt már itt egy beszélgetésben megfogalmaztuk, inkább ilyen nemzetközi bérgyilkosnak, aki megkapja a feladatot, és aztán megy és végrehajtja. De most úgy tűnik, hogy itt valami miatt elidőztél, és újabb megbízásokat kapsz. Miért maradtál ebben a bajnokságban? Hát igen, bombaként robbant a hír, hogy maradok. Ez meglepő húzás volt részemről, ahogy, ahogy mondtad bár lehet vándormadárnak is hívni, de, de ez se negatív, se pozitív. Ez egy értelme. leírás, egy igen. Igen. Hát igazából azért maradtam, mert ö, ugye sikerült megnyernünk a bajnokságot és ezzel kvalifikáltuk magunkat a, a következő évi Ázsiai csoport körébe, ami, ami egy, egy tovább lépési lehetőség, vagy hát egy, egy újabb megmérettetés Ö, hez ad lehetőséget, és, és igazából hát ugye az utolsó mérkőzésünket meg kellett nyerni a bajnokságban, hogy ez összejöjjön, és tulajdonképpen szerintem ez az egy mérkőzés döntött arról, hogy, hogy szeretnék-e maradni, vagy, vagy a klub is tervez velem, illetve, illetve hogy mégse, hiszen a második hely az, az csak selejtezős pozíciót Akkor ért volna. Szerintem így a tiszta, tehát azzal, azzal hogy megnyertük a bajnokságot, így, így, így nem is maradt más lehetőségem, maradni szerettem volna, és, és hál' Istennek a, a klub is így gondolkozott. A hongkongi bajnokcsapatot hogyan lehetne erőben elhelyezni mondjuk a nagy kínai ligában? A kínai ligát nem ismerem, de, de érzem azt a fajta tiszteletet azért a, a, a hongkongi labdarúgók, ahogy beszélnek a, a kínai bajnokságról, tehát nyilván most a, a kínai bajnokság az egy, az egy szenzációnak számít nem csak ott az ázsiai térségben, hanem, hanem az egész világon, tehát Nyilván ott a, ott a helyi játékosok a, a nagy pénzmozgások miatt is ö, rá vannak kényszerítve, hogy ugye a lehető legjobb játékosokat szerezzék meg, illetve a mi bajnokságunkban ugye ott lehet hat légiós is, és, és ez ilyenkor ö, hát különbségeket is szül, hiszen hiszen ö, például a Bélbe csak ö, hárman vagy négyen játszhatnak. Ö, tehát mi alapból a bajnokságban többel játszunk. És, és ilyenkor talán a, a BLS csapatunk az az idézőjelben egy kicsit gyengébb is tud lenni, mint amivel a bajnokságban játszunk. Már ismered a teljes keretet? Tehát tudod, hogy kik lesznek azok a külföldi kollégák, akivel a következő szezonban együtt focizol? Igen, igen, sajnos egy-két játékos nem folytatja tovább, viszont akik kölcsönbe voltak adva, pont ezért, hogy a légiós szabály be tudjuk tartani, spanyol játékosok ők, ők visszajönnek hát hál' Istennek, ha jó futbalistákról van szó, akkor, akkor az, az, ember könnyeden megérti magát velük, és hát tehát ilyen szempontból ők, ők már régi motorosok ott, tehát még tudnak is segíteni nekem, hogy, hogy mi hogy van, de, de hát a pályán meg, meg egymás segítjük. Na most, azt nyilatkoztat, hogy egy korábbi ígéretelet tartva szeretnél 41. válogatott meccset is. Most, hogy látod erre a valós esélyt? Nőtt ez az esély szerinted ezzel az andorrai fiaskóval? Vagyis elképzelhető az, hogy hát egy kicsit vissza kéne nyúlni a rutinos játékosokhoz? Ö, hát a, az esélyem az, az, szerintem ugyanannyi, mint ahogy az elmúlt években nem sok hiszen azzal, hogy még a keret közelébe se tudok lenni, vagy egy felmérésen részt venni, az, az azt jelenti, hogy, hogy hát a, a, a szűk körbe nem vagyok benne. Az, hogy voltak ugye most ezek a, ezek a mérkőzések, hát, hogyha fiatal lennék, akkor, akkor bizakodnék ilyen dolgokba, hogy hát igen, mert rosszul ment a csapatnak. Azért sokat megért labdarúgóként, azért nem gondolnám, hogy, 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 hogy hú, hát most óriási nagy változtatások lennének. Én továbbra is azt mondom, én szeretnék válogatott lenni, nagyon is és ehhez nem csinálok semmit másképpen, sikeresen és, és jó kell játszanom, be akarok kerülni a válogatottba, ha, ha Hongkongból, ha, ha Hollandiából, ha akár honnan nyilván. Szerintem, hogyha például hazaigazoltam volna, akkor nehezebben lenn, nehezebb lenne nem meghívni, de ez, ez Erre fölösleges energiát nem, nem pazarlok, hogy, hogy miért nem így, hát hosszabbítottam ugye a, a kicsivel, ott kell jól játszanom, minél több jó eredményt érünk el, annál jobban elhiszik itthon az emberek, hogy hát igen, mégis jó játékosról beszélünk, hát a, a szakmának viszont képbe kell lennie, hiszen nekik ez a, ez a feladata, hogy térképezzék a, a szóba jöhető játékosokat, Szóval, Te ö... láttam, van kapcsolatod? Volt bármikor is Bern Storkral vagy a stábjával? Ö... nem, a, tehát semmilyen szakmai kapcsolat felvétel nem történt, de hát nyilván a, a maradék 600 játékos se hívják föl, hogy hát most nem hívtunk meg, tehát ö, ez érthető, akkor nem tudom, nekem kell jobb teljesítményt nyújtani, de, de végek a vágytól, hogy, hogy ö, ugye már itthon régen láttak engem játszani, és, és, és nagyon szeretném megmutatni magam. Azt mondaná Krisztián, hogy egyébként csak hogy érzékeljük azt, hogy amilyen fizetés és jövedelmi viszonyok vannak ma a Magyar mb ben a iparági hírek szerint. Ahhoz képest mondjuk egy, a hongkongi bajnokcsapat az na, milyen nagyságrendel más vagy magasabb? Hát az itthoni plegykákat nem nagyon hallgatom, vagy, vagy nem tudom, hol kéne hallanom őket. Hát nyilván, tehát Hongkongban a, a, a azért magasak a fizetések, de ahogy hallom, ugye itt is a, a, ugye a kormány nagyon támogatja most a, a labdarúgásunkat, amit labdarúgóként örülök. nyilván itt, amit hallottam, hogy, hogy hú, most rengeteg pénz van itt van, és, és, hogy, hogy hát ezt, ezt, mégse érdemlik a, a, nem tudom, a klubok, a játékosok. Nyilván ez tud kontraproduktív is lenni. Hát igazából ezek a, a játékos mozgások, vagy, vagy ezek a, a nyári-téli átigazolási időszakok azért ö, egy visszajelzést adnak, hogy hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, tehát hogy, hogy sikerül-e jó játékosokat kitermelni és eladni esetleg külföldre, hiszen azért szerintem még. Az a mérvadó. Hát igen, tehát. Az lenne a mérvadó. Igen, tehát nekem 12 éve az volt az álmom, azért mindenkinek nagyjából az az álma, hogy, hogy egyszer egy. egy egy külső pályán is megmérettesse magát. Végül, hadd kérdezem, van olyan földész ország foci kultúra, amire még mindenképpen kíváncsi vagy? Nem, nincs ilyen álmom, tehát majd úgy is, ahogy alakul, hogyha jön ajánlat, akkor jön ajánlat, és akkor, akkor lehet tanulmányozni, hogyha meg nem jön, akkor jobban kell játszanom. Sok sikert a következő szezonra, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.